3 éven keresztül nem jöttek rá, hogy rákos vagyok, és akkor már szemmel látható méretű volt a tumor. Tehát akkor már meglátták. Egy ilyen terápiás csoportban találkoztunk, és volt egy ilyen összenézésünk, hogy fú, mi hasonlítunk. Nem csak ilyen küllemben, hanem a sztorink is hasonlít, de hogy vagy ezzel a túlélőséggel? Én ettől kicsit ugye a falra mászom, bevallom őszintén, egyáltalán nem akarom, hogy engem sajnáljanak. Meséld el, hogy a te betegséged hogy kezdődött? Az én betegségem úgy kezdődött, hogy az egyik reggel felkeltem, felálltam, és egy ilyen, és így valami így végigfolyt a lábamon. És akkor elmentem orvoshoz, hogy ez történik, levette a rákszűrést, és arra mondta, hogy negatív a rákszűrési lelet, minden szuper, gyönyörű a mészszáj, minden jó. És akkor én nagyon sűrű jártam nőgyógyászhoz, és mindig negatív a rákszűrés, gyönyörű a mészszáj. Ez 3 éven keresztül ment, elkerült az ügyem ugye az onkotímhez, és aztán utána az onkotím úgy döntött, hogy én már nem vagyok műthető. Hoppá! Igen, és akkor kaptam egy beutalót nagyon kedvesen a Kégolyó utcába. Ezen olyan szinten így begurultam, hogy összetéptem a beutalót, és nem mentem vissza 7 hónapig. Elmentem az egyik barátnőm éttermébe felszolgálni, mert volt egy ilyen romantikus elképzelésem erről, az Amelie csodálatos életében, hogy ott lejt a kávézóba a tárcával az Amelie, hogy ez biztos ilyen. Nem olyan volt. Nagyon sokat segített, tehát, hogy így amíg dolgoztam, akkor addig nem voltam rákos. Egyszerűen nem értem rá rákosnak lenni, de amikor visszamentem a doktorhoz, akkor mondta, hogy hetemese. Hát azt hittem, hogy már nem is ér, nagyon jól néz ki. Elküldött ultrahangra, és ott dőlt el a dolog. Azt mondta az ultrahangos orvos, hogy ő úgy látja, hogy a nyirokmirigyek meg vannak duzzadva, ami lehet, hogy áttét. És ez volt a kulcsszó. Meg amit is elfáradtam, szóval pszichésen egyszer. 7 hónap alatt poklok összes bugyrát bejártam, és akkor mondtam, hogy legyen. Műtét alatt kiderült, nincsen áttét, összébb is ment a tumor. Emlékszel arra a pillanatra, amikor felébredtél a Wertheim után? Hogy ez milyen érzés volt? Nekem ez a pillanat a mai napig megvan. És azok a napok is, amik ott... Hát én elég jól bírom a fájdalmat, de az elementáris fájdalom volt. És HPV-tesztet sosem vettek? Sosem. Ezt nem is említették. Nem. Nekem is negatív volt a szűrésem, és az soha egyetlen egyszer nem mondták, hogy akkor kellene egy ilyen tesztet is csinálni. Én meg azt gondoltam, hogy amit lehet, én tényleg megteszek. Szerinted hogy lehet az, hogy nem találták meg? Hát én ezen nagyon sokat gondolkoztam, meg hát kérdeztem. Azt sikerült kinyomoznom, hogy amikor csinálják ezt a rákszűrést, akkor ezzel a pipettával, vagy nem tudom mivel, gyakorlatilag innen így vesz egy ilyen mintát, igen. És ez egy ennyi. Ez azt jelenti, hogy ezen a ponton nem vagy rákos. Azt, hogy itt rákos vagy-e, azt nem tudja. Azt néztem ezen az eszközön, hogy neki ilyen ecsetszerű ilyen nyúlványai vannak, beteszed, akkor még így forgatni is kell. Tehát azt jelenti, hogy akkor ez gyakorlatilag így lesimogatja a felületét a mészszájnak. A lelki, pszichés oldalát, azt hogyan tudtad felgöngyölíteni magadban? Hát ez még zajlik. Ennek soha nincs vége, ugye? Hát lehet, igen. Én úgy érzem, hogy soha nincs vége. Hát melós, nagyon melós. Megrendült a hitem a mindenbe. Összetört minden bennem, amit én magamról gondoltam, és ezt most újra kell építeni. Jó úton haladok, nagyon keményen dolgozom is rajta, de szerintem iszonyatosan kell a pszichés támogatás egy ilyen dolognál. Csúszva, 4 kézláb, így a hajamnál fogva kihúztam magamat ebből. Én magamra azért büszke vagyok. Ez az elismerésre méltó teljesítményem. Ebből valami jobbat faragtam magamból, és valahogy ember bírtam maradni. Köszönöm neked. Én is nagyon. Köszönöm.